2010 óta ebben élünk. 2010 óta ebben élünk, hogy meg fog szűnni az index. Jönnek minden oldalról, jobb oldalról, bal oldalról üzengetések, hogy tuti biztos infón van arról, hogy nektek jövőre annyi, és egy idő után már immunissá válsz erre, és leszarod. És már nem fogod megérezni a veszélyt se, hogyha ne adj Isten egyszer bekövetkezne, de nem tudsz 8 éven keresztül folyamatos veszélyérzetben élni. Nem tudsz más csinálni, mint leszarni. Én nem szerettem azt, mikor az indexre azt mondják, hogy ellenzéki. Az index nem ellenzéki, az index az egy független, de legalábbis függetlenségre törekvő újság. Csináltunk egy keresést a Parlament honlapján a régi felszólalásokból. Megnéztük, hogy az indexet milyen esetekben vették szájukra a képviselők, és kik vették a szájukra. És nagyon érdekes volt látni, hogy 2010 előtt a fideszes képviselők hivatkoztak nagy számban a cikkeinkre, és ezek alapján kérdezték, vagy interpellálták sokszor a minisztereket, míg 2010 után az ellenzéki képviselők, szocialisták, jobbikosok, DK-sok. Ez azt jelenti, hogy valószínű, hogy valamit jól csinált az index az elmúlt tizenvalahány évben. Nincs másik tervem, az indexet kell jól csinálni.